Kinyitották ma a Marosvásárhelyi börtönkapuját. Igaz, hogy a rabok nem jöhettek ki, az érdeklődők viszont körülnézhettek a szigorúan őrzött intézményben. Rácsok mindenhol, szigorú biztonsági ellenőrzés után jutottunk be a Marosvásárhelyi börtönbe. Kísérőink végigvezettek az intézményen, megnézhettük a kápolnát, a szabadidő eltöltésére szolgáló szobát. A rabok járhatnak fitnessterembe, fogorvoshoz vagy tanúrára is, vagy akár vásárolni. Hetente két alkalommal jöhetnek ki vásárolni, a legnagyobb sorok fizetésnapon vannak. Persze a rabok közül sem közlekedhet mindenki szabadon a börtön falai között, akiket súlyosabb bűnökért ítéltek el, szigorúbb felügyelet alatt vannak. A Marosvásárhelyi börtönben jelen pillanatban 409 ember tartanak fogva, az alkalmazottak száma pedig 209. A körülmények javítása egy állandó prioritás a börtön vezetősége számára. A jövőben szeretnénk a helyek számát bővíteni. Első lépésben már meglévő helyiségeket szeretnénk szálláshelyé alakítani, hosszú távon pedig egy új szárnyat is építeni. Ma van a börtön dolgozóinak napja, ez alkalomból tekinthettek be az érdeklődők a fegyintézet életébe. Igaz, csak egy órát tölthettek a hűvösön, holnap pedig a rabokkal is lehet találkozni. Az élő könyvtár program keretében az elítéltek mesélnek magukról.